Az Acsádi útról nyíló Tarci utcában már aszfaltoznak. A csatornaépítés utáni úthelyreállítás ütemterv szerint halad, mondta a kivitelező cég vezetője. Az ütemterv szerint ott, ahol a szennyvíz csatorna építése 2005-ben befejeződött, ott most az ősszel, illetve már a nyár elején elkezdődtek a helyreállítások. Ezek folyamatosan mennek. Azokon a helyeken, ahol a szennyvíz csatorna építését az idén, tehát 2006-ban végeztünk, ott a késő ősztől a kora tavaszig végezzük el az úthelyreállítási munkákat. Pápa belterületén több helyütt zajlik úthelyreállítás az önkormányzat megbízásából. Néhány a beruházásban érintett utca. Nap utca, Hold utca, Vasút utca, Mező utca, Nyár utca. A jövő héten például a Téglagyári úton és a Hársfa utcában kezdik az úthelyreállítást. A zsidó étkezések kapcsán talán a kóser szó az, mely a legtöbbek számára ismerős. A kóserság magában foglalja azokat a szabályokat is, hogy az élelmiszerek miként tehetők fogyaszthatóvá. Eszközök, eljárások, mesterségek kapcsolódnak ehhez, s természetesen kritériuma van a fogyasztható ételeknek is. A szentírási előírások alapján, illetve az abból kikövetkeztetett dolgok alapján megvannak azok a szabályok az étkezés során, amelyeket be kell tartani. Ezek elsősorban azokat az étkezési alapanyagokat jelentik, amelyekre oda kell figyelni, és amelyekhez szabályok kötődnek, hogy milyen módon lehet azokat fogyasztani, illetve hogy mit lehet fogyasztani, és mit nem lehet fogyasztani. Kérődző és páros újjupatás állatok húsa fogyasztható, így például nem kóser, azaz tréflia nyúl, a sertés és a teve. Csak azon állatok húsát szabad fogyasztani, amelyeket alaposan kivéreztettek, hangzott el az előadáson. A vallásos zsidó háztartásokban az étkezési törvények szükségessé teszik a tej és húsfélék különválasztását. Ez azt jelenti, hogy nem csak az ételeket különböztetjük meg és azokat fogyasztjuk külön, hanem az ehhez használatos eszközöket is el kell különíteni a konyhában, ami azt jelenti, hogy külön vannak a teljes edények, külön a húsos edények, ehhez minden, ami hozzátartozik, tehát az evőeszköz, a terítő, a mosogató, úgyhogy tulajdonképpen mintha két konyhát vinne a háziasszony.